Kilépett az MSZP-ből Botka László Szeged polgármestere, tudta meg az Index. A portál szerint a kilépésről szóló nyilatkozatát ma küldte el a párt szegedi szervezetének. Lelkiismeretesen teljesítem. Botka László az Indexnek azt mondta, aki figyelemmel kísérte a mozgásait, az láthatta, hogy már 2 éve eldöntötte a távozást, de nem akarta a választási kampányokat ezzel tematizálni. A portál szerint 2017-ben, amikor visszalépett a miniszterelnök jelöltségtől, akkor már egyértelmű volt számára, hogy nincs jövője a pártban. Korábban úgy fogalmazott, hogy a politikai maffia behálózta a demokratikus ellenzéket, benne a saját pártját is. Most én nem fogok megszólalni, szeretnék adni 3,5 percet a végén a Lotmannak, most 7 perc 17-nél tartunk. Én pár percet kérek az elején, mert szerintem... Ketten lesztek. Jó. Ugye Botka visszalépett, vagy kilépett az MSZP-ből, de egy nappal később volna kilépett a Jobbikból, majd újabb egy nappal később Navracs is kilépett a Fideszből, ugyan nem formálisan, de politikai pályafutását befejezte és elment egyetemi tanárnak. És ennek az összessége számra azt mutatja, hogy az önkormányzati választásokkal, illetve valójában már előtte, de mondjuk itt formalizálódott, átalakuló félben van a magyarországi pártrendszer, és forrás van a pártrendszer. Már mondta fél évvel ezelőtt, abban nincs Nyakó István után szabadon új novum. Értem, de ez mégis hát mondjam, a megvalósulás ténye, és a majd mondom és majd bekövetkezik között óriási különbség van. Botka is ezt már 4-szer elmondta, hogy nem kíván sorsközösséget vállalni ezzel a kompániával, ugye, ahogy onna is már fél éve... Nem méltánylandó. Szerintem teljesen korrekt volt az, hogy nem akar belezavarni a választási kampányba, és bár nyilvánvalóan tette korábban, hogy... Mesterségi az MSZP-nek, nekünk, hát Fidesznek. Azt, ugye most elsősorban Szegeden politikus, ezért aztán szegedieknek megmarad, országos politikai szerepet ugye a miniszterelnök jelöltsége óta nem igazán vállal. Hogyha már annyira nem érdekli a drága szerkesztő urat a magyar politikai rendszer tektonikai mozgása és a folyamatban lévő átalakulásnak a kezdete, mert szerintem egy nagyon fontos pillanatban vagyunk. Más lesz a politikai rendszer most. Miből derült ki, igen, ez nem érdekel? Volt egy ilyen elterelő kérdés, egy ilyen, hogy így ki billenjen ebből a beszélgetés vonal ebből a sávból. Hol volt ilyen kérdés? Az előbb, de majd a nézők visszatekerik a televízióban. Mit mondtam? Nem, szeretném, hogyha emlékeztetnél rá. A konkrét kérdésre már nem emlékszem, mert a rövid távú memóriám annyira nem jó. De ezt hát értem, de még se ártana egy beszélgetésnél emlékezni arra, amit én mondtam, és szeretnék korrigálni, de nem tudok korrigálni. Ne haragudjál, de hát csak nekem ezek fontos dolgok. Annyit mondanék, hogy tudom, hogy rengeteg ember ezen így nem meg fog sértődni, hogy fáj, hogy az MSZP az egyszerűen olyan szinten túlélte magát, és persze most állandóan ilyen lélegeztető gépre van csatolva, és most a Botka kilép, ez lehet, hogy kihúznak egy ilyen csövet ebből a kicsit ilyen fél hullálatot. Hát, hogyha az MSZP-ből kivonod a Botkát, akkor nem marad semmi. Nem, én a Botka már nem volt ott az MSZP-ben, okay, nem voltam. Fogom sem a Botkáról, tehát nem értek a Botkához egyáltalán, csak azt mondom, hogy ő mégis egy szimbolikus alakja volt így az MSZP-nek, és hogyha valaki kilép, hogy a vonak kilép a Jobbikból, akkor a Jobbik az akármi is, hát ez így baromi nagy veszteség. És nem lehet elvonatkoztatni az egésztől, hogy ki mindenki lépett ki most honnan, hanem csak azzal foglalkozni, hogy elkezdődik egy másik korszak ettől a siker félétől, ami most október 13-án bekövetkezett, hogy a pártok arra vannak kényszerítve, hogy adódott egy helyzet, hogy lépjék túl mindazt, ami eddig őket darabonkénti identitásban jellemezte, és legyen valami más ebből a dologból. Egyébként már... Lecik, már Kati fejezi be gondolataimat. Két rendszerváltó párt földobta a bakancsát, nekem az egyik fáj, a másik mindegy. A harmadik rendszerváltó párt helyett is lehet, hogy létrejön valami, ami érdekesebb és használhatóbb az eddigieknél, én azt gondolom. Két idézet is aztán jöhet alatt, mert ez a te talapzatod. 2017. szeptember 28-a alaposan felkavarta a baloldali viszonyokat Lattmann Tamás nemzetközi jogász, aki az ATV-ben kitalált néhány titkos beszélgetésről. Lattmann azt állította, hogy az MSZP vezetői tavaly megkeresték, tehát 2016-ban, és arról beszélgettek, lehetne ő az ellenzék miniszterelnök jelöltje, aztán decemberben színre lépett Botka László, így ez a terv kúdoba esett, majd néhány nappal később, 2017
október 2-án. Én ennek a rezsimnek a leváltására érkeztem, ezért vállaltam el a miniszterelnök jelöltséget, sajnos mások jelentős ellenzéké számomra különösen fájdalmas, hogy szociális erők nem leváltani akarják a NERT, hanem együtt élni vele. Szétaprózott és széthúzó demokratikus ellenzékkel a rezsimet nem lehet leváltani, írta a médiának küldött levelében a miniszterelnöki jelöltségről lemondó Botka László, és látható módon a Facebookon, ami elém tárult, azt mutatja, hogy most is van benned indulat és vélemény, figyelek. Nem különösebben indulat tekintettel arra, hogy én nem ebből élek, tehát ez nekem nem létszükséglet probléma, de az nagyon-nagyon ízléstelennek tartottam azt is, amit Botka László akkor csinált, és akkor ezt rögzítsük, hogy miről is van szó. A magyar politika történetben talán ez volt az egyetlen eset, amikor egy politikus azt kapta, amit megérdemelt. Ígért fűt, fát, vadvirágot, ebből nem teljesített semmit, tehát ígért 20%-os támogatottságot az MSZP-nek, meg minden, és egy teljesen rossz, félremenő stratégiával ezt megpróbálta elérni. Tehát ez dicséretére legyen mentve, hogy megpróbálta, de azért azt is tegyük hozzá, hogy amíg ő ezt megpróbálta, addig nem is bántotta senki. Belérte engem sem. Belérte azokat sem, akik a MSZP-n belül, meg az MSZP környékén ebben a témában inkább mondjuk az én koncepciómat erősítették, és hát ebben a folyamatban azért Botka László kapott tőlünk segítséget is. Tehát támogattuk, tanácsokat adtunk neki, sok minden. Na, semmi nem történt abból, amit ő ígért, és a teljesítmény elmaradása előbb-utóbb normális piaci és egyéb körülmények között bizony következménnyel járt. Ez a következmény volt az, hogy a saját politikai közössége, amit szeretnék hangsúlyozni megint, hogy nekem semmi közöm hozzá, nem vagyok tagja az MSZP-nek, nem vagyok vezetője az MSZP-nek, senki nem vagyok az MSZP-nek, semmi közvetlen és közvetett befolyásom nekem arra, hogy vele az MSZP vezetői mit csinálnak, nincsen és nem is lehetett, a saját politikai közössége levette őt a tábláról. Amit én nagyon, elfelejtett szólni neki. Amivel én nagyon nem értettem egyet, ahogy levették, és 17 tavaszán a MSZP politikai vezetőinek is mondtam, hogy ha a Botka László teljesítményével elégedetlenek, akkor azt úgy kell csinálni kultúráltan, hogy ne okozzon törésvonalakat se az MSZP-n, se az ellenzékenből, mert az árt. Ezt ők nem így csinálták, én ezt nagyon sajnálom. De a jelenről is pregnáns véleményed van, ha itt nem jelenről is idézném, mert az a véleményem, határos. Hogy Botka László tartozott volna azzal 17 ősze óta, hogy őszintén elmondja, hogy szerinte ki volt az ügynök, szerinte ki kavart, és pontosan hol, és hogyan, és miért, és esetleg elmagyarázza, amit én 17 őszén akkor is megírtam, hogy szerintem miért volt hibás az ő stratégiája, amiért elmaradtak az által ígért eredmények. Tartozott volna azzal mindenkinek, hogy elmagyarázza, hogy szerintem miért nem volt hibás, és ehhez képest miért maradtak el az eredmények. Ehhez képest 17 ősze óta, ami számomra egy kicsit fájdalmas, hogy én olyan emberekkel veszekszem Botka László miatt például, akik egyébként nekem semmi szükség, hogy veszekedjünk, nincsen, meg olyan emberekkel, akikkel egy platformon vagyunk, miközben nem látunk tisztán azóta sem, csak beült az ellenzéki kommunikációba és az állandó ügynökkeresés. Jó, egy kérdés, ez hihetetlen sokat ilyen gyorsan látom. Telik az idő velem, hogy mi az igazság abból, hogy Lattman Tamás az elkövetkezendő napokban, de még talán a műsor előtt egy olyan Facebook bejegyzést vagy más tesz közzé, ami erről fog hosszabban szólni. Egy kicsit hosszabban erről a honlapon a lattmantamás.hu cím alatt elérhető lesz, és tényleg az, hogy tegyük egyenesbe a dolgokat, meg egyes tényeket, és utána tényleg lehessen egy új korszakot kezdeni, mert ennek így nincs értelme. Botka úr, ha majd reagálni akar rá, megteszi, és az ATV-nek számos műsora van, amiben majd arról fognak beszélgetni. Nálunk most reklám következik. Jó, akkor most legyen, tessék. Tehát önök még az előző rész folytatását hallják, bízunk abban, hogy követték. De közben vacsoráztak, meg minden. Tehát nem ilyen követték. Gyorsan megvacsorázni azért. Akkor elmondom, hogy az előző téma az volt, hogy milyen jelentősége van annak, hogy Botka László. Te azt mondtad, hogy 5 percet eltöltöttünk valamivel, amivel nem kellett volna. Igen, szerintem nem kellett volna, mert azt gondolom, egyrészt félig meddig tök igaz, amit Lattman Tamás mond. Előtte mégsem mondta. Hogy ki kellett volna, mit? Előtte, amit ő itt elmondott, itt mindenki egyébként valami másról beszélt. Nem. Azért ez azon a módon, hogy a Lattman megjelenítette, ezt úgy pregnánsan. Nem, mert ez a Lattman témája volt, a saját, hogy mondjam, saját érintettsége okán dolgozott föl valamit a Botka ügyével kapcsolatban. Van, de ez történelmileg visszakövethető. Mi meg itt mások, akik ebben nem voltunk érintettek, azt részben azt képviseljük, mondjuk én azt képviselem, hogyha valaki leügynöközi a saját pártját, akkor azt, ahogy itten
Újlipótvárosban mondják stand-up ittyere, akkor rögtön szét kell szedni ezt a történetet, tehát akkor álljon elő. Megyesi Pétert is mindjárt. Tök mindegy, de csak ezt a annyi dolgot, ember van, akit készít kéne szedni, hogy szegények élnek így a proszektúrára, nem ajánlhat. Másrészt pedig azt is gondolom, hogy Szeged polgármesterének lenni iszonyú hosszú évtizedeken keresztül nagyon fontos és nagyszerű dolog, és ezt minden cinizmus nélkül mondom, és azzal sincsen semmi probléma, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt akarom csinálni, a többiektől egyébként hányok, lehettem volna akár miniszterelnök is, de mindazt, amivel engem körülvettek, azzal nem óhajtok soha többet foglalkozni. Szólalt, akkor arról beszélt, hogy a Botka nélküli MSZP-vel mi lesz, tehát azért a Latta megszólása nélkül másképpen voltak a hangsúlyok. Nem, tehát ugye az egész establishmentnek kéne visszavonulnia a régi garnitúrának, és akkor szerintem a szépen szocialista párt így szépen elporladna, hogy így mondjam, és akkor lehetne egy új baloldali erő, amelyik tényleg nem terhelt azokkal a borzalmakkal, amik az MSZP-re jelen. Vagy új borzalmakkal terhelt. Kukorelli Endre, Rangos Katalin, Latman Tamás, Pulai András és az ötödik film.